Április 21-e és 30-a között véradási kampány zajlik a Dunaszerdahelyi Kórház hematológiai és transzfúziós osztályán. Arra biztatják a véradókat, hogy sárga ruhadarabban érkezzenek vért adni, és ebben az esetben kisebb ajándékra is számíthatnak. A kezdeményezés célja, hogy egy kis napfényt, tavaszi hangulatot és optimizmust vigyenek a vidám színnel az osztályra és a véradók életébe. Mivel ismét elvégzik a tervezett műtéteket, fokozottan szükség van vérre. Véradóból pedig jelenleg kevés van, a megszokott napi vérmennyiségnek csak a fele áll rendelkezésre. Véradásra kedden és szerdán 7 és 11 óra, pénteken pedig 7 és 10 óra között van lehetőség. A járványügyi helyzetre való tekintettel ajánlott előre időpontot foglalni a képernyőn látható telefonszámon. Április 19-től visszatértek az alapiskolákba a 8-os és a 9-os osztályos tanulók is. A művészeti alapiskolákban csak az alsó tagozatos tanulók vehetnek részt a hangszeres órákon, kivéve a fúvós hangszereket. Nincs ének és csoportos oktatás sem. Április 26-ától az iskolákban várhatóan minden diák folytathatja a jelenléti oktatást, így a művészeti alapiskolában is fokozatosan minden visszaáll a régi kerékvágásba. A Dunaszerdahelyi Szabadidőközpont nehezebb helyzetben van, hiszen a szakkörök májusban befejeződnek, így azok valószínűleg ebben a tanévben már nem lesznek. A központ nyári táborai nagyon népszerűek, amelyek iránt már most is nagy az érdeklődés. Ezekkel kapcsolatban azonban egyelőre nincs biztos információ, viszont a táborok szervezése megkezdődött. Megkezdődött a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti szökőkút felújításának első szakasza. A modernizációs munkák a három Grácia szoborcsoport technikai aknájának szigetelésével kezdődtek. Erre beázás miatt van szükség, ugyanis jelenleg balesetveszélyes. A helyiség szigetelése után felmérik a gépek állapotát és szükség szerint cserélik azokat. Tervben van a technológia automatizálása is. A Fortuna Liga rájátszásának 5. fordulójában a Daca Trencséni csapatot fogadta a MOL Arénában. A dunaszerdahelyiek 2-0-ra győztek, így sikerült javítani a váratlan szlovák kupa búcsú utáni rossz hangulaton. A sikerről két gólfelelős, a 15 gólos Ramirez és a 10 gólos Divkovics gondoskodott. A győzelemnek köszönhetően a Dac megerősítette második helyét a táblázaton. A sárga-kékek 5 fordulóval a vége előtt 10 pontos hátrányban vannak a pozsonyi Szlovannal szemben, és 5 pontos előnyben a harmadik helyezettel szemben. Ez utóbbi csapat már nem a Zsolna, hanem a nagyszombati Spartak, amely a Dac főüldözőjévé lépett elő. A Dac időközben közös megegyezéssel szerződést bontott Ben Stork vezetőedzővel. Helyét ideiglenesen Németh Antal másodedző vette át.